Kedd reggel még ezt a térképet lehetett találni az Országos Meteorológiai Szolgálat weboldalán, a fél országra figyelmeztetést adtak ki a köd miatt. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei utak igazolták a jelzést, a köd sűrű volt, mindenki igyekezett óvatosabban közlekedni, hiszen rosszak voltak a látási viszonyok. Ilyen időjárási körülmények között, mikor nehezebb a távolságba látni, ezért mindenképpen indokolt a lakott területen belül is a tompított fényszóró használata, nem csak lakott területen kívül. Illetve ha a köd miensége befolyásolja, akár az első ködlámpa, akár a hátsó ködlámpának a használata is indokolt lehetséges. Az általunk megkérdezett gépjárművezető szakoktató hozzátette, ködös időben kisebb sebességgel érdemes közlekedni. Az emberek ilyen időjárási körülmények között sokkal kevesebbet vezetnek, ezért rutintalanabbá válnak. Ilyenkor agresszívakká, türelmetlenebbé is válnak, és a követési távolságot nem mindig tartják be, illetve a lassabban közlekedőket szeretik megelőzni. Mivel nem látják be teljesen az útszakaszt, ezért ez balesetveszélyes. A párás, ködös időben sokszor a jelzőlámpák, táblák sem látszódnak jól, a kijelölt átkelő helyeknél pedig a gyalogosoknak is érdemes körültekintőbben közlekedniük, hiszen később vehetik őket észre a sofőrök. Ilyen időben a vezetés fárasztóbb, ezért a reakcióképesség is csökkenhet. A köddel kapcsolatos aktuális figyelmeztető előrejelzéseket az Országos Meteorológiai Szolgálat weboldalán lehet megtalálni. Ez szerint szerdán nem várható sűrű köd Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.